A legolcsóbb termékekből is közel 20 ezer forintba kerül egy alapfelszerelés. Ez csupán a füzeteket, írószereket és a legszükségesebb eszközöket jelenti. Többet kell fizetni értük, ám ebben a boltban a nyomott és mintás füzetek mégis kelendőbbek, mint a megfizethetőbb és egyszerűbb darabok. Az árak ugye változtak azért jelentősen, Igazából vannak azért termékek, ami maradtak a tavalyáron, sőt, egy-kettő termék lett, ami olcsóbb is lett. Tehát próbál azért mindenki a piacon úgy igazodni a kereslethez, hogy próbáljon árba is olyan terméket is nyújtani, ami azért még megfizethető. A kiskereskedelmi forgalom visszaesése ezekben a boltokban is jól érzékelhető, amit különféle akciókkal és bőséges kínálattal igyekeznek ellensúlyozni. Nekik ugyanis nehéz felvenni a versenyt a nagy áruházak akciós termékeivel. Előny azonban, hogy a kiskereskedők szakszerűen segítik a választást. Darabra van nálunk a termék, tehát nem, lecsomagolva, ki tudják próbálni a minőséget, és azért már jönnek vissza tapasztalatok, amivel bennünket is úgy segítenek a, a vásárlók is, hogy melyik termék jött be nekik jobban, melyik termékek azok, amik, amik nem annyira jöttek be. Nyilván mi is próbálunk minden minőséget vagy majd márkát tartani, amit lehet, és majd a bevő eldönti magának, hogy az árakapja melyiket fogja választani. Mivel olcsó iskolaszereket egyre nehezebb találni, Pénztárca kímélő lehet a körültekintés, több üzlet ugyanis kedvezményeket kínál, ami megfelelő tervezés mellett gazdaságosabbá teheti a bevásárlást.